Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Járvány. A katonák megkezdték a szekszárdi idős otthon fertőtlenítését is. Csak a kapcsolatai segítették? A városvédők szerint alkalmatlan a szekszárdi sportcsarnok új vezetője. Rászorulóknak segítenek, vetőmagot és kerti szerszámokat kapott 16 család Faddon. Koronavírus és házi állatok. Az eddigi kutatások szerint a kutyák és a macskák nem betegíthetnek meg embert. Országszerte több száz idős otthon fertőtlenítését kezdték meg a katonák a járvány továbbterjedésének lassítása érdekében. A Magyar Honvédség alakulata a Tolna megyei idős otthonokat is fertőtleníti, így a szekszárdi szociális központ Mérei utcai központi intézményét is, ahol jelenleg 60-an élnek, és az intézményvezető tájékoztatása szerint egyikük sem koronavírusos. Készülődnek a katonák a Szociális Központ Mérei utcai központi intézményének fertőtlenítéséhez. Komoly védőfelszerelés és előkészületek szükségesek elművelet elvégzéséhez. A honvédség tagjai az épületet kívülről magas koncentrációjú klóros vegyi anyaggal, belülről pedig magas koncentrációjú alkohollal fertőtlenítik. Elsősorban az intézmények bejáratait, külső területeit, vagyis a járdát, padokat, szemeteseket és a közös helyiségeket permetezik le a katonák. Ez a művelet, amit most a katonák végre fognak hajtani, tulajdonképpen egy permetezéssel történő fertőtlenítés. Még egyszer hangsúlyozom, megelőző, hiszen az otthonban se koronavírusos betegünk nincs, de még csak gyanús emberünk sincs. Ezzel együtt nyilván erre szükség van, hiszen egy nagyobb biztonságot ad mind az időseknek, mind az itt lakóknak. A koronavírus terjedésének megelőzése most a legfontosabb, jelentette ki Ács Rezső szekszárd polgármestere. Budapesten nagy port kavart fel az, ami a Pesti úti idős otthonában történt, ezért nagyon figyelünk arra, hogy a különösen veszélyes korosztálya az idősebbek számára minden feltételre megadjunk, és ebben a gondolkodásmódban kiemelt szerepet kapnak az idős otthonok. Itt Szekszárdon 155 férőhely, de 110 lakója van jelenleg a négy intézményünknek, és az elmúlt hetekben sokat folytattunk arra, hogy a vírus terjedését megakadályozzuk. Az idős otthonnak nem csak a külső tereit és belső helységeit fertőtlenítik le, hanem a légterét is. A városvezető hangsúlyozta, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vírus terjedését, megjelenését megakadályozzák. Ezért szereztek be korábban védőeszközöket a bentlakó időseknek és a szociális otthon dolgozóinak is. Továbbá béres cseppet, C-vitamint osztottak ki az idős otthon lakóinak. Közel 18 ezer magyar tesztelnek le a jövőben koronavírusra. A szűrővizsgálatot május 1-től végzi a Semmelweis Egyetem vezetésével négy hazai orvosképző. A vizsgálat sorozat célja, hogy pontos képet kapjanak a járvány kiterjedéséről és az új típusú koronavírussal fertőzöttek és átfertőzöttek valós számáról, derül ki a Semmelweis Egyetem közleményéből. PCR-tesztet végeznek a véletlenszerűen kiválasztott embereken május 1-e és 14-e között az ország 7 régiójában. Az embereket előzetesen tájékoztatják a tesztről levélben vagy telefonon. Hozzák nyilvánosságra a Szekszárdi Sportközpont NKFT igazgatójának pályázatát, ezt követeli a Szekszárdi Városvédők elnöke. Szabó Balázs aggályosnak tartja a pályáztatás menetét, valamint az új vezető szakmai alkalmasságát is kétségbe vonja. Különböző bizonyítékokra hivatkozva azt állítja, hogy Malomsoki Krisztián kizárólag azért ül a vezetői székben, mert Bomba Gáborral, az Éjjel Szekszárd frakció vezetőjével kapcsolatban áll. Elhagyatott épületek, üresen tátógó pályák, építkezés. Ez fogadja az embert, ha szekszárdi sportközpont területén jár. A koronavírus járvány miatt szinte teljesen leállt a szekszárdi sportélet, ám a jégcsarnok, valamint a petong pályák építése jelenleg is zajlik, de egyéb változás is történt a sportközpontnál. Márciusban ugyanis az Éjjel Szekszárd többségű közgyűlés kinevezte az új igazgatót. Malomsoki Krisztián, az ürömi futballklub edzője került ki győztesként a pályázat során. Szabó Balázs, a szekszárdi városvédők elnöke azt állítja, nem volt tiszta a sportközpont vezetőjének kiválasztása, és kétségbe vonja a Malomsoki Krisztián szakmai alkalmasságát is. Malomsoki igazgató úrnak a pályázatára lennénk kíváncsiak, mert az jutott a tudomásunkra, hogy több mint 100 helyesírás hibát tartalmaz ez a pályázat,
illetve eléggé hiányos, tehát a nyelvvizsgákról nincsen semmiféle dokumentum, de még az iskolai végzettségek is eléggé kérdésesek. Szabó Balázs azt állítja, hogy Malomsoki Krisztián kizárólag azért ül a vezetői székben, mert Bomba Gáborral kapcsolatban áll. Meglátásunk szerint kapcsolódás van Bomba Gábor és Malomsoki Krisztián igazgató úr között, tehát azt gondoljuk, hogy ez a pályázat nem volt fair és nem volt tiszta ennek a lejátszása. Szabó Balázs azt állítja, hogy Malomsoki Krisztián és Bomba Gábor üzleti és baráti kapcsolatát Facebook bejegyzés és egyéb bizonyítékok támasztják alá, amiket egyelőre nem kívánnak nyilvánosságra hozni. A szekszárdi városvédők elnöke azt állítja, hogy az igazgató már most jelentős károkat okoz a városnak. Erre példaként azt hozta fel, hogy tudomása szerint néhány ember dolgozik csupán a sportközpontban a vírus megjelenése óta. A fűtést mégsem zárták el, a strandot sem záratta be, és az állam által nyújtott munkabértámogatást sem vette igénybe az új igazgató, ezek pedig összességében tetemes plusz kiadást jelentenek Szekszárdnak. A témával holnapi híradónkban is foglalkozunk, mert a kiegyensúlyozott tájékoztatás egyében szeretnénk, ha az érintettek is elmondanák véleményüket. Májustól jelentős változások jöhetnek az üzletek nyitvatartásában. Első körben várhatóan a 400 négyzetméternél kisebb alapterületű, jelenleg zárva tartó boltok nyithatnak újra. A hónap közepéig a vendéglátó és szálláshelyeknek is lehet esélyük az újranyitásra az országban, írja a Magyar Nemzet. A nagyobb rendezvények, vásárok, fesztiválok megtartásáról a nyári hónapok előtt még biztosan nem lesz szó. Alapértesülései szerint változhat a boltok nyitvatartási ideje is. Alap szerint az is előfordulhat, hogy 2 óránál várhatóan nem lesz hosszabb, és korábbi időpontban végződhet majd a 65 év felettieknek megállapított, jelenleg 9-től 12 óráig tartó beszerzési idősáv hétköznaponként. Azokba a magáningatlanokba, ahol kötelező hatósági karantént rendeltek el, a posta nem kézbesíti a bíróságok ajánlott leveleit. Ehelyett csak az értesítőket hagyják ott, a küldeményeket pedig a postákon lehet felvenni. De rendkívüli szabályok vannak érvényben akkor is, ha nem karanténnak kijelölt ingatlanba küldenek ajánlott vagy tértivevényes levelet a bíróságok. A postás ebben az esetben saját maga ellenőrzi azt, hogy a címzetnek adta-e át, vagy a jogosultnak a küldeményt, a személyazonosító adatait ellenőrzi, a nevét ellenőrzi, ez saját maga jegyzi rá a tértivevényre, illetve az adott kézbesítési okiratra, és feljegyzi a kézbesítés tényét. Vetőmagokat és kerti szerszámokat adott rászoruló családoknak a Faddi Önkormányzat és a Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósága. Fadon nem ez az első eset, hogy az önkormányzat külön programmal segíti a rászoruló családokat. Ide van erre lesz a borsó, ha már ott is van, meg ott is van. Ez itt szerintem egy nagyon jó terület lesz neki. A háza melletti veteményesbe ülteti a most kapott zöldségeket Benke Erika. A fiatal faddinő 2 általános iskolás gyerekét neveli egyedül. Azt mondja, nagyon jól jön neki a felajánlott vetőmag és a kerti szerszámok, mert a család minden tagja szereti a zöldségeket, és most, hogy a gyerekek nem járnak iskolába, legalább egy kicsit lefoglalja őket a kerti munka. Ők is segítenek a kerti munkában, ez látszik is a kertbe. Nagyon-nagyon szeretik, mert főleg ugye most a virágok is kinyíltak, és hát ugye az újdonság, most már van fekete tulipán, és hát azt is megcsodáljuk, meg amit saját magukkal együtt vetöttünk, például a krumplit, és hát a kislányomnak mutatom, hogy na látod, most kelt ki, és az azért nagyon jó érzés. A zöldségeket és a kerti szerszámokat a Faddi Önkormányzat és a Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósága a Maradj Otthon és Műveld a Kerted nevű program részeként ajánlotta fel 16 rászoruló faddi családnak. Ismerik azokat a családokat, akiknek ez a kényszerű bezártság azért okoz akár mentális, akár fizikai problémákat. Arra gondoltunk, hogy a kertműveléssel ezt a kettőt egyszerre lehet orvosolni. Maradj otthon, s műveld a kertedet. A Faddi Önkormányzat és a Belügyminisztérium főigazgatósága között évek óta folyik közös munka. Korábban például már képzéseket is indítottak együtt egy felzárkóztatási program során. Fülöp János fad polgármestere azt mondja, a közös projektek célja, hogy segítsenek a település legrászorultabb lakóinak. Mi is támogatjuk azt, hogy nem segélyből kell megélni, hanem dolgozni kell, és ez a település minden segítséget megad az igazgat.
alatt minden évben van több OK és tanfolyam. Most is folyamatban van 3, amit sajnos meg kell szakítani a koronavírus járvány miatt, de remélem, hogy a nyárra ezek befejeződnek, és ezek az emberek munkát fognak találni a környéken. A vetőmagokból és a kerti eszközökből eddig országosan már több mint 600 rászoruló család kapott. Sokan kihasználják a jó időt, a kötelező otthonlétet és kezdik el a kerti munkákat. A pszichológus szakember szerint a szabadban végzett munka energiával tölti fel az embert és javítja a közérzetünket. Régóta tudjuk, hogy a növények és virágok közelsége jót tesz a fizikai és a mentális egészségünknek. Kutatások kimutatták, hogy azok, akik rendszeresen végeznek kerti munkákat, elégedettebbek az életükkel, nagyobb az önbecsülésük, kevésbé depressziósak és kimerültek, mint nem kertészkedő társaik. Más kutatások arra jutottak, hogy a kertészkedésnek nagyobb stresszcsökkentő hatása van, mint a 4 fal között történő olvasásnak, vagy egy teremben tartott tornaórának vagy edzésnek. Felszabadult egy csomó idő, és hogy ezt valahogy struktúrálni kell. Ugye mindig abból van a legnagyobb probléma, hogyha a felszabaduló idővel nem tudom mit kezdeni, és az így folyik. Hogy önmagában az, hogy szabad levegőn vagyunk, és süt a nap, és megpróbálunk valamilyen fizikai munkát végezni, én azt gondolom, az egy nagyszerű dolog. Maga az, hogy növényekkel foglalkozunk, és ugye látjuk a gyarapodást, a fejlődést, az mindenféleképpen a mi egészségünket is szolgálja. Nem tudják átadni a koronavírust a házi állatok, ezt mondja egy szekszárdi állatorvos, és a nemzetközi kutatások is ezt támasztják eddig alá. A macskák ugyan el tudják kapni a betegséget, a kutyákra viszont nem képes a vírus átterjedni. Olyan dokumentált eset pedig egyáltalán nincs, amikor macska vagy kutya fertőzött meg embert. Hullancsípés gyanúja miatt vizsgálja ezt a kis testi kutyát Tolnai Kata állatorvos. A szakember azt mondja, a kutatók világszerte vizsgálják, hogy a koronavírus ártalmas-e a kutyákra és a macskákra. Az eddigi tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy az ebek egyáltalán nem tudják elkapni a vírust, a macskák igen, viszont emberre már nem tudják átadni. A kutya nem fertőződhet meg a Covid-dal, macska igen, extrém körülmények között, ez azt jelenti, hogy kísérletes körülmények között sikerült macskában létrehozni fertőzést, viszont nem adta tovább a fertőzést embernek. A macskák azért tudnak hordozóvá válni a szakértő szerint, mert a tüdejük felületét borító receptorok hasonlóak az emberéhez. Az állatorvos azt mondja, mivel eddig egyetlen dokumentált eset sincs, ami bizonyítaná, hogy macska vagy kutya fertőzött meg embert, ezért nincs is szükség különösebb óvintézkedésekre, ha sétáltatni viszi valaki a házi kedvencét. Arra viszont érdemes figyelni, hogy az embereket most kerüljük a házi állattal. Ha mondjuk egy Covid vírussal fertőzött ember rá tüsszent mondjuk a kutyára, akkor a szőrén ott lehet vírus, ugyanúgy, mint ahogy egy ajtókilincsen, egy asztallapon, bárhol, tehát így, mint egy szennyező felület lehet, de alapvetően a kutya nem fog megfertőződni vele, és nyilván nem is fogja továbbadni így embernek. A szakemberek azt mondják, hogy érdemes ezért minden simogatás után kezet mosni. Somogy és Baranya megyék híreivel folytatjuk a híradót. Nem akarják elveszíteni munkahelyüket a szülők, egyre több gyermeket visznek óvodai ügyeletbe Pécsett. Vathús az egészségügyi dolgozóknak, szarvasból készült ételeket kaptak a kaposvári mentősök. Már kapható a friss magyar eper a piacokon, a szakember szerint a hazait válasszuk az import helyett. Egyre több kisgyermekes család veszi igénybe az óvodai ügyeletet Pécsett. Folyamatosan változnak az igények, így újabb csoportokat indítanak és hívják vissza az óvónőket az intézményekbe. A növekedés mögött gazdasági okok vannak a tapasztalatok szerint. Miért veszik igénybe az óvodai bölcsödei ügyeletet a pécsi kisgyermekes szülők? Ezt kérdezik azoktól a családoktól, akik újra az intézményeket választják az otthoni felügyelet helyett, mondja Pécs alpolgármestere. Rendre azt a választ kapjuk, hogy elfogyott a szabadság, már nem kívánnak élni a fizetés nélküli szabadság lehetőségével, illetve megszűnt számukra a home office lehetőség a munkahelyeiken. Emiatt van az, hogy folyamatosan nő az igény, tehát az óvonőket is folyamatosan hívjuk be az óvodákba. Így az igényektől függően változik, hogy éppen hány intézményben és hány csoportban van kisgyermekellátás. Hétről hétre várjuk a szülőket,
szülők igényét. Múlt héten még 9 telephelyet kellett nyitva tartanunk, ezen a héten már 12-t. Bölcsödék esetében jelenleg 9 kisgyermek kért, illetve szülei kértek ügyeleti ellátást. Az óvodai dolgozókat szájmaszkkal, gumikesztyűvel látják el, amit viselniük kell a munkahelyükön, valamint fertőtlenítőt is kapnak az intézmények felületfertőtlenítéshez. A koronavírus miatti vészhelyzet előtt 42 telephelyen működtek óvodák Pécsen. Ezekben összesen 165 csoportban 3446 gyermeket fogadtak a kisgyermeknevelők naponta. A koronavírus járvány miatt több intézkedést is hoztak az ápoltak és az ott dolgozók egészsége érdekében a gyékényesi gondozási központban. A Dél-Somogyi település intézményében járványügyi ellenőrzést tartott a járási vezető ápoló. A dolgozókat már korábban felkészítették a betegség megelőzésére, és egy izolációs szobát is kijelöltek, hogy el tudják különíteni a betegeket. Az Agrárminisztérium fővadászainak kezdeményezésére az ország összes tájegységében vadhúsból készült ételeket vagy nyersanyagot biztosítanak az egészségügyben dolgozók részére. Elsőként Somogy megyében szervezték meg a jótékonysági ételosztást. A kaposvári mentőállomás 50 fős személyzetének szarvasborjúból készítettek ételt. Az Agrárminisztérium egyik tájegységi fővadászának javaslatára indult el az országos kezdeményezés. Pár nap alatt az ország összes tájegysége csatlakozott a felhíváshoz, miszerint a vadgazdálkodók vagy vadásztársaságok ajánljanak fel az egészségügyben dolgozók számára egy vadból készült ételt. Elsőként Somogy megyében sikerült megvalósítani a felajánlást. Somogy megyében a nagymúltú Gyótai Vadásztársaság ajánlotta fel a szarvashúst, amit utána a Kaposvári Egyetem bőszénfai zselicvad étterme készített el. Az étel elkészítésére, amely egy fokhagymás szarvas borjú szelet tejfölös zsemlegombóccal, rögtön igent mondott a Kaposvári Egyetem bőszénfai vadgazdálkodási központja. Mi itt bőszénfán más vadfajokkal is, de szarvassal elsősorban próbálunk új ételeket készíteni és új eljárásokat kipróbálni. És hát lényegében ez a fokhagymás szarvas szelet is egy ilyen próbálkozás volt, amely, hát én azt gondolom, hogy a fokhagyma és a szarvashús kiváló találkozása, úgyhogy bízom benne, hogy mindenkinek ízleni fog. A különleges étel elkészítése mindent egybevetve 4 órát vett igénybe. Nagyon finom, tetszett, hogy a mentőállomásra 50 adag ételt vittek ki, amelyből a mentőegységek minden tagja jól lakhatott. Itt vagyok a szomszédban elnevezéssel termelői hálózat indul a pécsi kistérség lakosainak. A családi kezdeményezés a helyi termelők együttműködésével erősítheti a hazai helyi termékek fogyasztását. Az ötlet a koronavírus járvány miatt merült fel, ezzel is segítve a helyi kistermelők és lakosok nehézzé vált élethelyzetét. Az élelmiszert házhoz is elviszik, ha kell. A Baranyai Szilágy település határában található a tejhely, egy olyan családi gazdaság, ahol több generáció működteti sikeresen a tehenészetet. Itt tej, illetve tejtermékek termelését végzik. Számukra egy termelői hálózatba való csatlakozás még többet lendítene a vállalkozáson, és ezzel másokon is tudnának segíteni. Számunkra fontos volna, hogyha a környéken minél többen megismernének bennünket, és a tejünket, a tejtermékeinket, minél kisebb környezetben tudnánk értékesíteni. És úgy látom, hogy a társadalomban most elindult egy ilyen változás a gondolkozásban, hogy elkezdtek nyitni újra az emberek a termelői termékek után. Szeretnék felvenni a kapcsolatot a termelőkkel, szeretnék ismerni, hogy honnan jön az az élelmiszer, amit ők fogyasztanak. Az Itt vagyok a szomszédban elnevezésű termelői hálózat egy romonyai termelőcsalád ötlete alapján valósul most meg a pécsi kistérség lakosai számára. Mivel a koronavírus járvány sok vállalkozónak megnehezíti a megélhetését, ezért ezzel a hálózattal segíteni tudnak rajtuk, valamint a helyi és pécsi lakosokon is, mert házhoz viszik a kistérségi termelők termékeit. Ugye egy ingyenes program vagyunk, egy ingyenes lehetőség, a termelői hálózatba való csatlakozás semmilyen kötelezettséggel nem jár, hiszen mi vagyunk a termelőkért, és nem fordítva. Azt szeretnénk, hogyha egy olyan közösség alakulna meg, és egy olyan társadalmi összefogáson és bizalmon alapuló gazdasági szisztémát tudnánk kidolgozni, ami előrevetíti egy közösségi összefogás jövőbe vetett hitét, és egy fenntartható jövőnek a megvalósulását, a közösség, a gazdaság, és
és a társadalmi összefogás szintjén. Eredményeik már most biztatóak. Több terméknek is sikerült piacot szerezniük, és folyamatosan születnek az együttműködések a pécsi kistérségben. Már kapható a hazai piacokon az eper, néhány hetek külföldről behozott gyümölcsöt is vásárolhatunk, a napokban azonban a friss magyar szamóca is a polcokra kerül. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranyai elnöke azt javasolja, ha tehetik, válasszák a hazai epret. A gyümölcs kilogramját most átlagosan 1000 forintért árulják, de idővel olcsóbban is hozzájuthatunk. Hamarosan már a legtöbb piacon kapható lesz a magyar termesztésű eper. Néhány hete ugyan külföldről behozott gyümölcsöt is vásárolhatunk, azonban azok mind ízükben, mind állagukban és színükben is különböznek a hazaitól. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranyai elnökétől megtudtuk, megyénkben körülbelül 15 hektáron jellemzően az ormánsági területeken termesztik a szamócát. A gyümölcsöt napok óta lehet kapni a pécsi baranyai piacokon is. A gazdálkodók igen magas színvonalon, magas körülmények között igen jó minőségbe tudják előállítani, fólia sátrakba, jégtől megvédve, növényegészségügyi szempontokból, és igen jó minőségbe állítják elő ezt a gyümölcsöt. Beszállítanak ők áruházláncokhoz is, és minden piacon a termelők úgymond jelen vannak. A szakember kiemelte, hogyha csak tehetjük, a hazai terméket válasszuk. Ritlinger József hozzátette, nem csak az íze miatt, hanem a helyi termelők támogatása szempontjából is fontos ez. A különbségeket könnyen felfedezhetjük, például a külföldi eper állagra keményebb, és a levelei nem olyan frissek, mint a magyar gyümölcsé. A piacokon most kapható szamóca kilóára körülbelül 1500-2000 forint. Most már egyre jobban viszik, és egyre lejjebb megy az ára, mert az elején 2003 volt, most már 1990, a kicsi eper még olcsóbb lesz, és folyamatos az idő, nagyon jó neki, tehát tényleg jó, és remélem, hogy így lesz. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint három fázisban érkezik a friss magyar eper a piacokra, elsőként ezen a héten, majd április végén, május elején, végül május közepén. Ezek a különböző termelési módoktól függenek. A szakemberek azt mondják, a hazai termék június végéig is kitart, idővel pedig olcsóbban is hozzájuthatunk a gyümölcshöz. Online videósorozatot indított a Kaposvári Vízilabdaklub, amivel elsősorban az utánpótláskorú játékosok otthoni edzését szeretnék segíteni. A videók főszereplője, aki a gyakorlatokat bemutatja, Juhász Szelei Norbert, a klub felnőtt játékosa. A különböző gyakorlatok nem csak vízilabdázóknak hasznosak. A videós tartalmak a Kaposvári Virágfürdő teraszán készültek, az edzésterveket pedig bárki elérheti és letöltheti a Vízilabda Klub YouTube csatornájáról. A rendhagyó videókkal szeretnék egy kicsit feldobni a monoton edzéseket a fiatalok számára. Most kitaláltuk, hogy csinálunk egy olyan gyakorlatsort, ami egy kicsit új szint visz a gyerekek mindennapi edzésébe, és ezt előszeretettel ajánljuk majd másoknak is, akik nem feltétlenül vízilabda sportot űznek, csak egyszerűen kicsit a mindennapi otthoni edzésüket szeretnék feldobni, változatossá tenni. Egy labda szükséges a feladatok végzéséhez, és már is egy kicsit új szint viszünk a dolgokba. Horváth Dániel a feladatok kidolgozásához számos egyéb más labdasportból ismerített ötleteket, majd ezeket dolgozta át a vízilabdások alapmozgására. Abban bíznak, hogy így sikerül fenntartani a gyerekek érdeklődését, motivációját a folyamatos edzésekre. A vízilabdásoknál megnyitott az idei bajnokság kérdése is, hiszen az egyelőre csak felfüggesztésre került, a szövetség majd május 11-i elnökségi ülésén dönt arról, hogy befejezhető lesz-e az idei szezon. És végül nézzük fontosabb Tolna megyei témáinkat még egyszer röviden. Járvány. A katonák megkezdték a szekszárdi idősotthon fertőtlenítését is. Csak a kapcsolatai segítették, a városvédők szerint alkalmatlan a szekszárdi sportcsarnok új vezetője. Rászorulóknak segítenek, vetőmagot és kertiszerszámokat kapott 16 család Faddon. Koronavírus és házi állatok. Az eddigi kutatások szerint a kutyák és a macskák nem betegíthetnek meg embert. Csütörtökön napos füllett időre számíthatunk. Általában csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A hőmérséklet ismét magasra emelkedik, napközben akár 22 fok is lehet. Éjszaka nyugat felül újból növekedni kezd a felhőzet, de számottevő mennyiségű csapadék nem valószínű.
Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!